vizetet beledik a beteg, kifolyik egy erénybe, ami egy mérőeszközünk van, egy pontos mérőeszközünk, és akkor a vizelésnek a mennyisége, a sebessége, ez a olyan adatokat, amiből tudunk következtetni a betegség jellegére. Dr. Papp Ferenc a Bács-Kiskun megyei kórház urológiai osztályának vezető főorvosa éppen az új eszköz működését magyarázza a jelenlévőknek. Az Elasto Art Kft.-nek köszönhetően ugyanis egy vadonatúj, uroflow eszközzel, vagyis egy vizeletáramlás vizsgálóval és a hozzá tartozó szoftverrel lett gazdagabb a kórház. A modern berendezés férfiak és nők vizsgálatára is alkalmas. Ez tulajdonképpen a vizetáramlás sebességét, mennyiségét és sebességét méri, ezt számítógéppel feldolgozza, és utána egy grafikonon ki is rajzolja, bevihető utána az elektronikai rendszerünkbe, és egy fontos adat a vizes panaszokkal bíró prostata, illetve a hólyagürítési zavarokkal bíró hölgybetegeknek a kezelésének. Az adományozó cég ügyvezetője, Gulyás Béla elmondta, ezzel a berendezéssel szeretné megköszönni az osztály dolgozóinak munkáját és a közellátás minőségét. A több mint 1,3 millió forint értékű eszközt ma délelőtt adták át ünnepélyesen. A sajtótájékoztatón dr. Papp Ferenc a szűrések fontosságát is taglalta. Nagyon sok a daganatos beteg, és a daganatos betegségeknek sokszor nincsen előre tünete. Nem lehet megmondani, nem lehet kimondani, hogy kinek lesz, kinek nem lesz, és tulajdonképpen ezt csak szűrővizsgálattal lehet megmondani, illetve úgy lehet megtalálni ilyen betegeket. A főorvos hozzátette, a szűrések és szűrőrendezvények megszervezésében sajnos nem tudnak segíteni, de szívesen részt vesznek rajtuk. A sajtótájékoztató végén Papszekeres Anita, a kórház ápolási igazgatója, emléklappal köszönte meg az adományozó és családja nagy lelkűségét.